János első leveléből a harmadik részből olvasok. János első levele harmadik részéből a 10. verset. Erről ismerhetők meg Isten gyerekei és az ördög gyerekei. Aki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való. És az sem, aki nem szereti az atyafiát. Azért hebegek itt, mert már közben millió gondolat volt, hogy el ne felejtsem, hogy mivel kéne kezdenem ezt a mai beszédet. Hazudik a mai világ minden típusú ördögi vezérkarához tartozó vezetője. Egyszerűen gátlástalanul hazudik. És valami olyan megrendítő aljadék szövetségeket kötnek egymással a hazugok, akiknek alapvetően semmi köze nem lehetne egymáshoz, mert az eredeti látásmódjuk és az eredeti gyűlölésük az kirekeszteni a másikkal való szövetséget, de hihetetlenül egymásra találnak, elképesztő öntudatra ébrednek, és úgy gondolják, hogy most a világuralmat majd ők szépen átveszik. Megismerhetők az Isten gyerekei és az ördög gyerekei, na ezekre mondom, hogy az ördög gyerekei, mert az ige nevezi annak őket, és azt mondja, egy sem az Istentől való, felismerhető, aki hazugságot cselekszik, és nem szereti a saját atya fiát. A hamis öntudattal kapcsolatosan Jézus Krisztus kijelenti, hogy az ördög atya gyermekeinek egyfajta vágyakozása van, egyfajta programjuk van végrehajtani az ördög akaratát. Teljesen mindegy, mi a sátáni akarat, ennek a végrehajtása, ez van feltűzve a zászlójukra, aztán majd betölti a szívüket. A János evangélium a 8. rész 37-től 59-ig kérem olvassátok el. Azt mondja Jézus, hogy tiszteli az atyát, az atya dicsőségét munkálja, az tiszteli a fiút, aki kijelentette a fiút és felmagasztalta a fiút. De az Isten igéjét nem értik az ördög gyerekei. A bűn következményeként nem tölthetik be küldetésüket vétkezés, kényszer nélkül. Az ő küldetésük, kérem, a vétkezés, kényszer, az embervilágnak való ártás, ártalom, a maga dicsősége felemeléséért, a maga önzésének gazdagságáért, az úgynevezett törvényszegésben a felettem való hatalom elismerése nélkül. Az öntörvényű életstílus egy felvett, és nem tudja, hogy kikényszerített életstílus, ami a szolgát nevetségessé teszi, ha az uralkodóként akar viselkedni. A példabeszédek könyve írja, jaj, ha a szolga uralkodik. Hamis öntudatom van a magyar politikusoknak egy igen komoly része. Hamis öntudat. Hazug öntudat. Tudjátok, igazából senkik. Igazából senkik, akik látszanak valakinek, mert amit építenek és ahogy építik, arról Isten azt mondja, hogy elpusztítom. A lényege az egésznek az Isten szavában ennyi, hogy ez semmi. És semmivé lesz, amit ér, pont annyivá lesz. Amikor valaki ma reggel csöndességet kíván tartani, az tudja meg, hogy jaj, ha a szolga uralkodik. A legkézenfekvőbb tervek az öndicsőítése, mert más nem dicsőíti, hiszen kárhoztatásra méltó, ártó irgalmatlanság, amit képvisel, de az összes hasonszőrű, aki el fog veszni az Isten ítéletében, érdekes módon egységesen dicsőíti a valójában dicstelen aljast. A második pontom
a Hóseás 1-2-ből. Nem bálványimádó őseik vannak, nem paráznoságból származnak. 5 Mózes 14:1. Magukat Isten fiainak mondják, csak annyi a baj ezzel, hogy az az Isten fiú a törvény megtartója, és egyedül arra vonatkozik, és ilyen ezen a földön egy volt, és egy lett. Úgy hívták, hogy Jézus a Krisztus. Tudjátok, hogy Mózes nem tudta betartani a törvényt? Na ez a házi feladat. Hol bukott el? Mi lett a következménye? Bemehetette az országba, az ígéret földjére? A főpapja Áron nem tudta betartani a törvényt. A fiai nem tudták megtartani a törvényt. Egyetlen egy valaki van, aki a törvényt betöltötte. Jézus Krisztusnak hívják, és csak a fiak jellemzője, hogy az Isten törvényét cselekszik és megtartják. Mivel Isten szent népe között, Izrael népe között meghirdette az egyetlent, az örökkévaló származású fiúban. Olvasátok el a Mikiás 5:2-t, nagyon világosan leírta a fiú ismertető jelét. Az uralkodó az Izraelen az, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. A hamis öntudat azt jelenti, hogy nem abba hisz, és nem abba bízik, akinek a származása öröktől fogva van, hanem önmagába, vagy emberbe, vagy pénzbe, vagy vagyonba, vagy valami olyan valóságba, amelyik a pillanatban tényleg uralkodó hatalmat is képes adni. Amikor az Isten elmondja, hogy a fiú szabadító, és egyedül ő visz az atyához, a fiúság pedig csak úgy létezik, és úgy jön létre, hogy akit a fiú megszabadít, vagy akit a fiú mennyasszonyává tesz, úgyhogy megkeresi, megváltja, megszabadítja, új ruhába öltözteti, a szent lélek szentségében megkereszteli, az kap részt az Isten fia által a fiúságban, a fiú örökös, úgy kap részt az örökségből, hogy fiúvá tétetik. A hamis öntudatú emberrel szemben a Jézus Krisztus hitén öntudatra ébredő hívő legnagyobb kincse, hogy itt ezen a földön immár Isten fiainak neveztetünk. Nem azok, nem úgy, hanem Jézus Krisztusért, Jézus Krisztusban híve, a fiúság lelkét véve, az isteni méltóság jelzést kapva. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Kérem, a sátán szolga. Jézus ezért mondja, hogy az atya és én egy vagyunk, a sátán a szolgák atya. A sátánnak persze van saját koncepciója, majd beszélni fogok erről a következő napon, el akarok kezdeni egy sorozatot. A sorozatnak a lényege, hogy az Isten és a sátán között itt az embervilágban, az ember fejébe van harc. Az ember világosságában vagy sötétségbe, látásában vagy akarásában van harc. Ezért fontos tudni, hogy amikor azt mondja, hogy a hamis öntudatban lévők megcsaladtatnak, akkor nyilvánvalóan teszi, hogy akiknek Jézus Krisztus világosságot és életet ad, azok ragaszkodnak az isteni koncepcióhoz. Én hiszem, hogy az a gárda, amelyik ma Magyarországon önmagát isteníti, dicsőíti, és mert nem magyar ember lelkében, és nem érdekli a kereszténység őt a lelkében, nem érdekli az Isten fia, sőt, nem csak rejtetten, hanem a cselekedetében nyilvánvalóan gyűlölője az Isten fia nevének. Ezeknek meg fogom látni a büntetését. Meg fogom látni az Isten igazságának rajtuk való végrehajtását. Tudjátok, nagyon látványos lesz, amikor a hazug és hamis
az Istentől halálra ítéltetik. Hallatlan látványos lesz, amikor az Istentől halálra ítélt, átéli azt a fajta rémületet, ami a hamis öntudatnak abban a pillanatban lesz a sajátja, amikor az igazságot valaki nyilvánvalóvá teszi ő előtte. Két üzenetem van. Hamis öntudatúak, térjetek meg a sátán fogságából az Istenhez. Ti pedig, akiket Jézus Krisztus már megváltott, és új identitástudást adott, ne féljetek ezektől, ne féljétek őket. Tudjátok, megrendítőnek tartom, hogy a katolikus egyháza maga szentségét valva hogy engedheti meg, hogy egyetlen egy tagja is ateista legyen. Hogy engedheti meg, hogy egyetlen egy tagja is olyan pártra szavazzon, amely nyilvánvaló szembe megy az élő Isten hitével, a Jézus Krisztus nevével. A református egyházban elképzelhetetlennek tartom, hogy valaki, mint az evangélikus egyházban is, ugye látjátok a dicsőségének a megkopását, és a gyalázatba állítását annak a papnak minősített embernek, akiről kiderül, hogy nem lett szent a Jézus Krisztus hitében, nem lett Isten gyermekévé, hanem test után járva leleplezte magát, a hamis öntudat lepleződik. Legyetek józanok, legyetek egyértelműek, legyetek bátrak és hitvallók, és tessék tudomásul venni jelen való gonosz és elvetemült világba, az Isten gyerekei világossággal fénylenek. Remélem érted. Amen.